ismét összefogott a magyar sporttársadalom. Ordina Tibor neve ismerősen cseng sportberkekben, hiszen a versenyző nem csupán az atlétika keretein belül tette le névjegyét. A 29-szeres magyar bajnok, aki távol és hármasugróként egyaránt bizonyított a magyar atlétikai válogatottban, részt vett az 1996-os atlantai nyári olimpián, és 8. helyezést ért el az 1997-es fedett pályás párizsi világbajnokságon. Tibinél 11 éve diagnosztizáltak agydaganatot, 4 éve műtötték először, majd május 12-én újabb életmentő műtétre volt szükség a daganat hirtelen rohamos növekedése miatt. Az ismételt műtét sem hozta meg a kívánt eredményt, hiszen mint 4 éve csupán bizonyos részét lehetett kivenni a daganatnak, így, hogy elkerüljék a gyors, újabb visszanövekedést, június elejétől kemoterápiás kezelésben részesül. Sportoljunk Tibiért címmel, híres sportolók, olimpikonok, média személyiségek részvételével a Dunakeszi Teniszklubban rendeztek jótékonysági családi sportnapot, melynek teljes bevételét Tibornak ajánlották fel. A bemelegítést követően aztán több mint egy tucat sportágban kezdődött meg a sportaktivitás. Így a rajtói váltóz 60 méteres sprintben, vagy éppen váltófutásban mérték össze gyorsaságukat a kilátogatók. Ugori olimpikonokkal helyből távolugrásban mutatták be ügyességüket a próbázók, de érdekesség számba ment, a hány ugrásból tudjátok Tibi hármas ugrás csúcsát megugrani versenyszám is. Tibi korábban 16,96 méterre repült. A Magyar Atlétikai Szövetség teljes mellszélességben áll az egykori atléta mögé. Hát amikor megtudtuk, hogy milyen nagy a baj, akkor a Magyar Atlétikai Szövetség azonnal elnökségi szinten hozott olyan döntést, hogy ameddig csak lehetséges, az összes MASZ által rendezett verseny ugrószámainak a nevezési díját azt Tibi gyógykezelésére fordítjuk, illetve minden egyes versenyen, amennyi pénz összejön ebből, ugyanennyit a Magyar Atlétikai Szövetség külön hozzátesz. Reméljük, hogy ez olyan tétel lesz, amely segíteni tud érdemben Tibi gyógyulásában. Mi egy generáció vagyunk, mi együtt sportoltunk. Igazán egy egyesületben, ugye én honvédos voltam, TFS, Tibi az újpesti Dózsában, de nagyon sokszor voltunk együtt válogatott, a korosztályos szinten, felnőtt szinten is, nagyon sok versenyen voltunk együtt, volt a kapcsolat. Amikor Tibi ott volt, akkor a humor is és a jókedv is garantált volt, úgyhogy ha egy ilyen rendezvénnyel segíteni tudunk, és fel tudjuk hívni a figyelmet, és most nem csak Tibiről beszélek, hanem általában ezekre a mai problémákra, akkor én azt gondolom, hogy nagyon fontos és jó szolgálatot tesz. Az atlétikát befejezve sem távolodott el Tibi a sporttól, sőt, pályafutását a teniszpályán folytatta. Bogyó Tamás és felesége Tibi sógornőjével, Penyák Erikával együtt szervezték meg a jótékonysági rendezvényt. Még őket is meghatotta, hogy minden meghívott, azonnal igent mondott a megkeresésükre. Bogyó Tamás, a Dunakeszi Teniszklub vezetője, látványos úgynevezett tribrék labdameneteket hozott össze. 2000 év elején jöttem haza Amerikából, és gyakorlatilag onnantól kezdve az első perctől együtt vagyunk, gyakorlatilag pici része is van abban, hogy én Magyarországon maradtam, úgyhogy 15 éve lassan. Számunkra nem volt kérdés, hogy minden lehetséges fórumon próbáljunk segíteni ebben a nehéz helyzetben a Tibinek és a családjának, úgyhogy alapvetően a feleségemnek az ötlete volt, aztán szépen lassan, ahogy ez a dologot elkezdtük szervezni, generálódott egyre nagyobbra, és mi vagyunk a legboldogabbak, hogy remélhetőleg egy csodás napot tudunk szervezni a Tibinek. De milyen tanítvány volt Tibi, aki fiatalos lendületét mindig jókedvvel fűszerezve oldotta meg a feladatokat? Egy kellekótya fiatal ember volt, amikor megismertem. Ez valamikor 1986 környékén volt. 16-17 évesen ismertem meg a Tibit. Ő a fociból nyergelt át, a BKV előrébe sportolt egy testnevelő tanárral,
és egy Európa-bajnokságra történő felkészülés közben Tatán ismerkedtem meg a fiatalemberrel. Rendkívül gyors, nagyon jó mozgású, egy bohém emberke volt. Tehát nekem nagyon megható, és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ezek itt szépen összefogtak, és összezártak a Tibi mögött. És ez számomra azért is egy nagyon nagy dolog, hogy ők ennyire emberségesek, mert gyakorlatilag mindegyik volt egy idegi a tanítványunk. Mint azt láthattuk, a bemelegítésnél Miló Viki vezetésével rajtolt el a sportkavalkád. Én azt hiszem, hogy edzéseken is, amikor összeesünk a pályán, akkor egymást segítjük föl. Bár amikor mi a ringbe vagyunk, akkor kemény csaták folynak, de a harc végén ott is összeölelkezünk, és természetesen, hogyha valamelyik társunk beteg, akkor mi mellette állunk, és segítünk, amiben tudunk. Nagyon örülök neki, hogy egy város kiáll az ő sportolójáért. Örülök annak, hogy az emberek kijönnek, szeretik a sportot, és adományoznak, és segítenek annak az embernek, aki tett értünk Magyarországért, most rajtunk a sor, hogy mi is tegyünk érte. Megtisztelte jelenlétével Tibit Erdei Zsolt, kétszeres világbajnok, profi ökölvívó is. Ez a legfontosabb szerintem, hogy az emberek összefogjanak, és hogyha nem is csak betegségről van szó, hanem szegénységről vagy bármiről, tehát én azt gondolom, hogy az embernek egy ilyen szociális érzékenysége kell, hogy legyen, és hogyha ilyen alkalom adódik, akkor mindig nagyon szívesen vállalom. Tibor Apossa korábban autocross országos bajnoki címmel büszkélkedhetett, manapság is az autócsolák bűvületében él. Természetesen ő is a rendezvény mellé állt. Ezt az egyet az 1938-ban készült DKV, az Audinak az őse. Ennek az az érdekessége, hogy ez volt az első hajtású autó és két ütemű. És a másik a fából van. Az eleje nem, de a többi része teljesen fából van. Sok munka van vele, ez igaz, ez a hobbim, nagyon örültem neki, mivel ugye hát a Tibi a vejem, és nagyon szívesen jöttünk el. És ismét vissza a KJ-hoz Zingler Zsolt, több éven keresztül volt atlétatársa Tibinek, sokszor álltak versenybe egymással. Hát sok mindent lehetne egy napot kitölteni, amit tudnék mesélni, igazából így összefoglalva annyit tudnék mondani, hogy a humoros oldalával is tudott segíteni időnként, és amikor komoly dolgokról volt szó, akkor ugyanúgy. Illetve amikor ellenfelek voltunk, akkor meg kőkemény betélkedés folyt egymás között. Ennyi emberrel nem találkoztam évek óta, így atléta körökben sem, és hát remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni, és így a sportágak is összefogtak, tehát nem csak az atlétika, hanem egyéb sportágak is részt vesznek ebben a rendezvényen. Foci nélkül nincs magyar sport, vallják sokan. Ordina Tibor is a labdarúgással kezdte pályafutását. A rendezvényt olyan neves labdarúgók is megtisztelték jelenlétükkel, mint Szűcs Lajos, magyar olimpiai bajnok labdarúgó, és Nyilasi Tibor, az FTC és a válogatott legendája. Nekem nagy megtiszteltetés, hogy meghívott, többi kevésbé ő erre a rendezvény, mert nagyszerű a rendezvény, millió gyerek van, és itt mindenki boldog. A Tibit igazából a nagyfiam ismeri jobban, ők vannak baráti kapcsolatban. Én a Tibivel nyaranta szoktam Balatonon találkozni, hiszen amikor ő dolgozott többnyire itt, én meg máshol, ezért csak a nyaranta, a nyaralási időszakban, akkor másfél-két hónapot szoktunk egy helyen tölteni. És hát ismerem a Tibinek a történetét, a jó és az életben vannak jó és rossz dolgok. De én azt gondolom, hogy az ő harca, az példaértékű, és ezért is hoztam ki a gyerekeimet, ezért hoztam ki az ismerősöket, hogy ismerjék meg a Tibit, akire fel kell néznünk, és ő mindjárt egy bíztatást ad, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül. És szerintem senkinek nem kell kétszer mondani, hogy erre a rendezvényre jöjjenek el. A Semmelweis Egyetem testnevelési és sporttudományi karának atlétikai tanszékvezetője, fedett pályás Európa-bajnok távolugró, Tibi volt atlétatársa, majd edzője, szinte végig kísérte az olimpikon pályafutását. Az biztos, hogy a Tibi egy óriási tehetség volt. Én ezt azóta is vallom és mondom, és nagyon sokszor szakképzősöknek a TFN ezt elmondom, mert ott tanítok, mint tanszékvezető, az atlétika szakképzés, az ugrásokkal időnként beszélgetünk erről, és ilyen szakmai, biomechanikai elemzéseket is végzünk, és mindig azt mondom, hogy a Tibi volt az, aki az én csúcsomat megjavíthatta volna,
bármelyik felkészülési, rendes, normális felkészülési év után. Ugye az edzés, technikai edzést megcsináltuk, az itt jelenlő Margrit, ami volt még a csapatban, szintén 8 méter fölötti ugró, és elmentem, mert hát már csak a levezetés volt, és nagyon sokszor, és ezt évekkel később mondták meg a zsiványok, hogy amikor én elmentem már az edzésre, akkor na, a szögdelést ezt hagyjuk, ez nem kell, a futást nem kell, menjünk egy kicsit lábteniszezni. Elmentek zsiványkodni, mert hát ki tudja, lehet, hogy ez aztán tényleg nem rontott vagy javított volna az eredménye, de azt tudom, hogy a bohémságért sose kellett a szomszédba menni. Hát ez óriásiért, gratulálok a szervezőknek az ötletért, a szervezőknek a végrehajtásért, mert ez egy fantasztikus dolog, hogy egy ilyen rendezvényt össze tudunk hozni, és ugye az atlétika, illetve a sporttársadalom mögé áll, és ezáltal is próbáljuk ugye segíteni a Tibinek a regenerációját, és hát minél hamarabb újra a pályán legyen. Ritkán lehet ennyi sportolót és hírességet egy helyen fellelni, főként egy sportás felépüléséért. Tibinek jól esett az egykori sportársakkal újra találkozni, de a közélet jeles képviselőinek személyes jelenléte is sokat jelentett számára. Fantasztikus, mennyi barátom van. Itt ismerszik meg az embernek. Amikor jó ment, akkor kevesebben voltak, de nem baj. Hát ugye 8 méter fölötti távolugróval nőttem ki magam, azért nagyon arra büszke vagyok. Mert abból nem volt csak 6. Van egy csomó olyan ember, akivel már nem találkoztam több mint 10 éve. Az az igazság, hogy amikor az az a baj, hogy az emberekhez mindig a rossz jut el. Mi van Ferivel? Vizélet, és 2 hét múlva elvittem. És ez mindig ez jut el az emberekhez. Pedig van happy end-es sztori is, csak az nem olyan érdekes. Persze a felépülés nem egyszerű feladat, de mindenképpen erőt sugároz az az összefogás és szeretet, amely Tibi felépüléséért fogalmazódott meg. A családi sportnapon összegyűlt közel 2 millió forint az egykori élsportoló felépülését és rehabilitációját szolgálja. Hajrá, Tibi!